Több százan vettek részt a 11. óvárosi karácsonyon december 20-án a Kossuth Parkban, amelyet Dorner László önkormányzati képviselő és barátai szerveztek. A műsorban a Vizikék Óvoda kicsinyei, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány fiataljai és idősebb Németh Csaba szerepelt. A rendezvényt régóta segítő szervezetek és magánszemélyek képzőművészeti alkotást kaptak karácsonyra. A rendezvényt ma már nem csupán az óváros lakossága, hanem egész Ajka várja. A tömegben minden városrészről bukkantak fel érdeklődők, volt, aki először jött, mert hallott vagy olvasott a rendezvényről és felkeltette az érdeklődését, mások évek óta visszajárnak és jól érzik magukat. Schwartz Béla polgármester ünnepi köszöntőjében kérte a megjelenteket, forduljanak egymás felé, szeressék egymást, a szülők a gyermekeket, a gyermekek a szülőket, nagyszülőket, a szomszédoknak bocsássunk meg, ha évközben esetleg másként viselkedtek. Tekintsünk boldogan a jövőbe és élvezzük az életet. A segítő magánszemélyek, intézmények és civil szervezetek ezúttal nem csupán adtak, hanem az Ajkai Képzőművészeti Egyesület felajánlásából egy-egy alkotást kaptak ajándékba. A Nosztalgia Nyugdíjas Klub maga, az Üveggyári Nyugdíjas Klub, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány, a Vizikék Óvoda, a Csényi Tíme, aki rendszeresen fellép, ugye az előbb el is felejtettem, köszönjük neki, illetőleg a Németh Csaba, akit sikerült rávennem arra, hogy az eddig megszokott környezetből kilépve most szabadtéren mutassa be, hogy milyen csodálatosan tud énekelni. A délutánon ismét lovaskocsizhattak a résztvevők Orsós Tamás és Kristóf unokája felajánlásaként. Fogyaszthatták a már az ókorban is ismert sóból, vízből és lisztből készített szegények kenyerét, válogathattak a sokféle sütemény, kalács, gyümölcs közül, fogyaszthattak teát és forralt bort. Mindezt felajánlásként adták a támogatók. Az idén is várta állatsimogató az ünnepre készülődőket, a padragi Leskovicsék jóvoltából, és ismét égett a tűz a tűzkosarakban. Kellett is a fény és a meleg, a hideg ellenére sokan még 6 órakor is a téren voltak, pedig a rendezvény fél 4-kor kezdődött. A térnek a karácsonyfák és a fák ágain kigyulladó fényfűzérek, valamint az adventi koszorú gyertyái adtak ünnepi hangulatot. A régi megszokott dolgok mellett minden évben van újdonság, és az idén idős Németh Csaba magánénekes karácsonyi műsora volt a meglepetés. Az Ajka városá nyilvánítása közelgő 60. évfordulója tiszteletére az énekes műsora elején elénekelte az örömódát. A rendezvény hatása nem csak az ünnepre való lelki ráhangolódást segíti, hanem a hétköznapokra is kihat. Növeli az óvárosiak összetartozását, a közös élmények összekovácsolják őket. Az ünnepek alatt sokan sétálnak a parkban, amely január elejéig várja az érdeklődőket. Január 3-áig itt van egy kérésem, hiszen ugye már 2 napja van feldíszítve a park, és tegnap reggelre gyakorlatilag a jászolt, betörték az üvegeit, azt a szekrényt, amiben az erősítés, a CD lejátszó van, azt kitépték helyéről, leszakították a biztonsági részét, a gyerekeknek felállított szánkót, azt a busz megállónál találtuk meg. Nekem az a kérésem, hogy aki látja, hogy itt rongálók vannak, azok szóljanak be a rendőrségre, vagy szóljanak rá az illetőkre, hiszen én azt gondolom, hogy az óváros és a város közössége, az itt lakók, gyerekek, felnőttek egyaránt jól érzik magukat, és tudjuk, hogy ugye a parkot azt az ünnepek alatt, illetőleg a következő napokban, délután és késő este is még a zene mellett sokan látogatják, főképpen családok, gyerekekkel együtt.